2013. szeptember 7. Barcus László írása. Címe. Az elvekről. Az elmúlt hetekben éles vita zajlott a demokrácia szimpatizánsai között az elvszerűségről. Nagy népszerűségnek örvendett az a felfogás, amely szerint nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy elvekhez ragaszkodjunk. Az elvek szépek, de nem megyünk velük semmire. Nincs kedvünk ahhoz, hogy az elvszerűség mártírjai legyünk és ehhez hasonlók. Mindezt nem a diktatúra hívei, hanem magukat demokratának valló emberek mondják. A rossz hír az, hogy akik így gondolkodnak, nem demokraták. Demokrata az, aki elveket követ. A demokrácia jó uralom, a jog pedig elveket véd, elveket fejez ki és azokat érvényesít. A demokrácia az elvek alapján kialakított szabályok, a jog, a törvény uralmát jelenti. Akit nem érdekelnek az elvek, csak egy cél, akiknek a cél szentesíti az eszközt, és semmiféle erkölcsi szabályaik, elvikorlátaik nincsenek, azok nem demokraták. Lehet, hogy ellenfelei Orbán Viktornak, lehet, hogy nem szeretik a rendszerét, de nem demokraták. A kiskapuk, a kerülők, a trükkök világa ez, és ahol így gondolkodik egy nép, ott alakulhat ki ugyanilyen hatalom. Ahol az emberek természetesnek tartják, hogy átléphetnek határokat, félredobhatnak elveket, kiátszhatnak szabályokat, és ezt maguk is naponta megteszik, ott lehet aszfaltozni közpénzen a kedves vezető lánya esküvőjére, ott építhet egy miniszterelnök közpénzen stadiont a kertjébe. A Fusi, a GMK, a cég költségein, de maga hasznára dolgozó ügyes melós világa ez, aki mindent kilopott a gyárból, a TS-ből, amire csak szüksége volt, vagy amiről azt gondolta, hogy egyszer még jó lehet valamire. Ezek az emberek mondják, hogy hagyjuk az elveket, erkölcsi megfontolásokat, a szabályokat, a törvényeket, csak az számít, hogy elérjük azt, amit akarunk. Ez a brutális materializmus, amely a közvetlen anyagi érdek fölött nem ismer semmiféle szellemi értéket és megfontolást. Hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ez magyar mentalitás, de ez a gondolkodás diktatúrák maradványa. A lelkekben élő szocializmus, az apró stiklik fellett szemet hunyó kádárizmus világa ez, amely szervesen él a magyar néplélekben, és reflexzerűen tör elő belőle. Mondok egy példát, kedves barátommal autóztunk a Lincoln alagúton át Manhattanbe. be. Minden autónak fizetnie kell 13 dollárt. Magyarországi barátom, aki nem közgépes, hanem a galamus rendszeres közírója, elkötelezett demokrata, azt kérdezte tőlem, ezt minden alkalommal ki kell fizetni? Igen. Ha többször jövök egy nap, akkor is. Igen, feleltem. De ha hivatalos egyem van, akkor is. Ha beteg vagyok, akkor is. Ha hivatalos személy vagyok, akkor is. Micsoda embertelen rendszer, mondta barátom, és feltette az utolsó kérdést, ha rokkant vagyok akkor is. Akkor is, teleltem, és ha nem fizetsz, megbüntetnek, vagy nem mehetsz be. A magyarországi demokrata képtelen megérteni ezt az embertelenséget, amely arra az alapelvre épül, hogy semmi nincs ingyen, és ugyanazért mindenkinek ugyanannyit kell fizetni, nincsenek kivételek. Ezek elvek miatt vannak így. Mi történne, ha ez Magyarországon lenne, ahol nincsenek elvek? Óriási társadalmi nyomás lenne, hogy az embertelen intézkedést változtassák meg. Az evne legyen érvényes mindenkire. Ettől kezdve elindulna a csalás, a korrupció, a lefizetés, a hamis igazolványokkal való seftelés, szervezett bűnözés, összefolódva a politikával. Csupa félhalott és rokkant ügyintéző menne hamis igazolványokkal az alagút felé a lelkekben okozott kár nagyobb lenne, mint az a nem lebecsülendő anyagi kár, amely a sok nem fizető csaló miatt származna. Ez történt az olajügyekben nagyban, de így működik az egész ország. Mondok egy másik példát. A floridai kejvestem van egy Litlef az amerikai elnökök egyik pihenője. Truman elnök egykori rezidenciája. Ma is van egy lakosztály, amelyet az elnök igénybe vehet. Ezt a részt leszámítva a ház többi részét megnyitották a turisták előtt, múzeumként működik. Kiderült, hogy egyetlen fillér állami támogatást nem kap. A jegybevételből tartja el magát, ami egyébként nem sok. Ennek megfelelően minden rendkívül szerény, minimális személyzettel működik, és rendkívül takarékos. Mi lenne akkor, ha ez a múzeum Magyarországon lenne? Mivel a pénzt a kormány adja, állandó viták a kinevezések körül, az igazgatókat minden kormányváltáskor leváltanák. A múzeum neve ciklusonként változna, a kiállítás tartalmával együtt, az éppen aktuális ideológia egyében. Egekbe szökne a költségvetése, mert a haverok cégei újítanák fel minden ciklusban háromszor. Ezzel szemben kenyvest elnöki múzeumát évtizedek óta az a pár ember működteti. Többségük fizetés nélkül, mert arra nem jut, az intézmény nemzeti kincs, anélkül, hogy bármiféle kultúra harc része lenne. Ezek mögött mindrevek állnak. A demokráciákat alapelvek szerint építik fel. Ezek az alapelvek a társadalom fundamentumai. Szigorú jogszabályokat hoznak, amelyek érvényt szereznek ezeknek az elveknek. Ezek a szabályok mindenkire egyformán érvényesek. Akik ezeket megszegik, Szigorúan megbüntetik. A védkesek megbüntetését a társadalom egész helyesli, mert tudja, hogy ezek a szabályok jelentik számára a biztonságot, a békét, a nyugalmat és a boldogulást. Az elvek és a belőlük alkotott törvények és jogszabályok uralkodnak. A legfontosabb állampolgári tulajdonság ezeknek az alapelveknek és törvényeknek a tisztelete és betartása. Nem csak elméletben hanem a gyakorlatban is, mindenkire nézve kötelezők, mindenki a legjobb tudása szerint igyekszik betartani azokat. Kormányok és polgárok egyaránt. A közmegegyezés nem azon alapul, hogy mi is átlépjük és ti is átlépitek, hanem azon, hogy senki nem lépheti át. Aki ezt megteszi, deviáns, és annak súlyos következményei vannak. Aki nem tisztel elveket, nem tiszteli a belőle származó törvényt és jogot sem aki nem tiszteli a törvényt, aki nem magasztalja fel a jogot, az nem demokrata, mert a demokrácia ettől működik, vagy nem működik. Elvtelen embereknek nincs működő képes demokráciájuk. Amit ők megutálnak, az nem demokrácia, hanem a demokrácia hiánya. Mert a demokrácia elvek és jogok uralma. Aki azt mondja, hogy nem kell elvekhez ragaszkodni, nem tudja, mit beszél. Az élet alapjait veti el. Aki nem tisztel elveket, az nem tiszteli a jogot sem, demokráciában viszont a jog uralkodik. Orbán rendszere azért nem demokrácia, mert nem a jog uralkodik. Ennek oka pedig az, hogy tapossa a demokratikus alapelveket. Mindennek alapjai az elvek, és az elvekben megtestesülő morál. Akinek nincsenek elvei, az nem demokrata. Demokrata nem írja felül az aktuális érdekei, politikai céljai szerint az eveket, amelyek vezetik. Az elvekre épülő joguralmat azért lehet felszámolni, mert az alatvaluknak semmit nem számítanak az elvek. Hogyan akarnák a joguralmat helyreállítani azok, akik átlépnek az elveken? Azért lehet megcsinálni szó nélkül, hogy elveszik a nyugdíj megtakarítást, mert akitől elveszik, annak sem szent semmi. Az is elveszi gondolkodás nélkül azt ami nincs lebetonozva, ha pedig betonba öntötték, hoz egy kalapácsot. Nem lepődik meg a lopáson, mindennapi életének része az. De itt az elv a fontos. Az elv, hogy nem lopok. Nem a lopás számít, hanem az elv, a gerinc, a jellem. Ezért mondják, hogy a kilop, az hazudik is. Az elvtelen ember mindenre képes, és bármit meg lehet vele tenni. A jogaitól és az életétől is meg lehet fosztani. Ezért ilyen mentalitással nem lehet jogállamot sem építeni, sem fenntartani, sem megkövetelni. Ha az emberek nem ragaszkodnak az evekhez, a vezetőik sem fognak. Az elvtelen ember azonnal kibújik a felelősség alól, és azt mondja, nem én kezdtem, hanem a vezetők. A vezetők nem tartanak be elveket, ezért nem tartok be én sem. Ez képmutatás és hazugság. A vezetők csak ott lehetnek elvtelenek, ahol a nép is az, és ezért megengedi nekik. Ahol az elvtelenség uralkodik, ott szétrohad minden. Magyarországon az elsődleges feladat nem a kormányzati hatalom megszerzése, hanem ennek a romlott mentalitásnak a felszámolása. Az Orbán rendszer megdöntésére vállalkozó ellenzéknek szilárd elveket kell képviselnie, amelyekből nem enged. Meg kell tanulnia, és meg kell tanítania másoknak is, hogy az elvszerűség, a következetesség, a törvény, a joguralma mindenek felett állami, és mindent ezek uralma alá kell helyezni. A magyarországi demokraták azért sikertelenek, mert nincsenek kontúrjaik. Nincsenek világos elveik, amelyekből egy nyotányit sem engednének. Nem identifikálhatók. Nincs mihez csatlakozni, mert nincs karakterük, nincs arcuk a magyar emberek többsége politikai szimpátiájától függetlenül egyforma. Ilyen a szocializációja. Szereti a hazugságot, mert azt célra vezetőnek tartja. Az aljasság neki egyesség, az eltelenség okos kompromisszum, csak az önző szempontok számítanak, semmi más. Ha találkoznak egy gyelvi állásponttal, azzal elméletileg egyet értenek, de ha ez akadálya az orruk előtt levő előny megszerzésének, elkezdik az elveket kikezdeni, felpuhítani, kivételeket találni, és a végén az egészet kiátszani. Ez hosszú távon csak bukással, vereséggel és még nagyobb veszteséggel végződhet. Erről szól a magyar történelem, az elszegényedés, a jogfosztottság, a perspektívátlanság, az alatvaló élét, a gazos kiskert, a rendezetlen utcák, a le nem kaszált gaz, a rossz öltözet és a meggyöt tekintet szembe mennek a természet, a társadalom és a világ törvényeivel, mert minden ilyen törvényt felrúgnak, semmiféle szabályt nem tartanak be, elveket nem becsülnek, mert azt hiszik, hogy azok az útjukban állnak. De a végén a nagy eszükkel pórul járnak. A magyar alkotmány nem volt tökéletes, mert nem a tiszta alapelvekből indult ki, mint az amerikai alkotmány, amely szerkezetében is a hatalmi ágak szétválasztását tükrözi. Magyarországon a meglevő alkotmányot igazítgatták a demokrácia alapelveihez. De az nem vonható kétségbe, hogy az alkotmány egy demokratikus állam kereteit határozta meg. Az ellenzék azt ma már nem vitatja, hogy az Orbán rendszer nem demokrácia, a külső váz megmaradt, de belül kébelezték, és a demokrácia lényegétől megfosztották. Nem joguralom, hanem egyetlen ember korlátlan hatalma. Aki saját tulajdonaként kezeli az országot. Az alkotmány nem tette lehetővé ilyen rendszer bevezetését, nem hagyott kiskaput a demokratikus jogállam megváltoztatására. Ha máskor nem, hát az uniós alapokmányok aláírásakor Magyarország ezt kinyilvánította. A törvényalkotó nem számított arra, hogy valaki demokratikusan szerzett pozíciójából dönti meg az alkotmányos rendet. De az alkotmány tiltotta az alkotmányos rend erőszakos megdöntését. Ennek a rendelkezésnek a specifikuma nem az erőszak elutasítása, hanem az alkotmányos rend megváltoztatása volt. Nem azt utasította el az alkotmány, hogy erőszakkal ne dönthessék meg, minden más eszközzel viszont igen, hanem a demokratikus rend megváltoztatását zárta ki. Azt fel sem tételezte, hogy valaki nem erőszakkal ezt megteheti de az alkotmányos rendet nem csak akkor döntik meg, ha fegyveres erőszakkal teszik. Ebből az következik, hogy aki elvekhez, joghoz, alkotmányhoz hű, annak az Orbán rendszerhez való viszonyát ehhez kell alakítania. Az alkotmányos rendhez kell ragaszkodnia, és azt kell számon kérnie, nem a trafikokat, mert az már csak következmény. A rendszer belső logikája szerint a trafikok lázári elosztása teljesen rendben van ez csupán a jogállamiság elvei alapján bűnözés, de ezt hogyan tudja számon kérni egy olyan ellenzék, amely a jogállamiság elveihez nem ragaszkodik? Ennek következménye, hogy a törvénytelenség elhomályosul, az élet a választási kampányról, az ellenzéki pártok egymás közötti vitáiról, a Tiborc kátyúiról és minden más baromságról szól, csak a lényegről nem, a fölke forradalomról, a nenyiről. A hatalmi ágak szétválasztásának megszüntetéséről, az alkotmányos rend megdöntéséről. Az elveket felülírja a gyakorlat és megfontolás, hogy az elvektől függetlenül váltsuk le orbán egy választáson, azután majd helyreállítjuk az elveket. Ez azonban hazugság, mert akik az elveiket feladják, azok soha többé nem fognak helyreállítani semmiféle elveket, legfeljebb olyanokat amelyek a pillanatnyi szempontjaiknak jobban megfelelnek. Ez a mentalitás köszönő viszonyban sincs a 18. századi angol szász liberalizmus és a mai modern nyugati demokráciák eszmevilágával. Demokráciát akarunk, ez szép szólam, de a demokrácia nem csupán annyi, hogy vannak szabad választások, tiszteletben tartanak némely jogokat, hanem a joguralma, törvénytisztelő, szabálykövető magatartás az alkotmányos rend megdöntésén egy demokrata nem léphet át. Vörös Imre alkotmánybíró elég világosan kifejtette, hogy államcsín történt. Akinek elvei vannak, az nem írja felül ezt a tényt praktikus megfontolásokkal. És ha az elvekhez ragaszkodik, az elvek győzelemre vezetik, de a megalkuvó és áruló pragmatikus megfontolásai nem. Ellenkezőleg. De a magyar ember az elvhűségtől olyan messze állami, mint a világűr két legtávolabbi pontja, amely a végtelenben találkozik. Amerikában megy három sáv egyenesen, és van egy sáv a kijárathoz. A három sávres, az egy lehajtósávon három mérföldes kocsisor állami, hogy a kijárathoz érjen. Amikor először találkoztam ezzel, nevetve hajtottam előre, mint jó magyar ember, és rögtem a sok buta amerikait, hogy erre ők nem jöttek rá még az elején azonnal be is engedtek. Ma már tudom, hogy azért, mert azt feltételezték, hogy valami súlyos beteget vihetek valahova, azért előztem be. Azt fel sem tételezték, hogy valaki egyszerűen előzi a többieket, képes átlépni a szabályt. Ugyanez a helyzet lejátszódott egyszer a Balatoni úton, amikor az m 7 -e sem mindenki előzni próbált, mire a teljes autópálya bedugult úgy, hogy se kifelé, se előre nem lehetett menni, még az árokban is bedugult a sor, mert egyesek még ott is előzni próbáltak. Ha ott lett volna egy beteg ember, az biztosan meghal. Így jöttünk rálépésről lépésre, hogy az amerikaiak nem is olyan buták, mint ahogyan azt Magyarországon gondolják, ahogyan azt mi első látásra hittük, és nagyon is igazuk van. Minden dologban rájöttünk utólag, hogy mennyire igazuk van de a racionalitás mögött elvek állnak. Elvek nélkül összeomlana minden. Éppen úgy, mint Magyarországon. Ha a demokrácia összeomlik, nincs más, jön a fasizmus, különben anarchia lenne. Lehet tanulni. Működőképes demokráciákban, legyenek az emberek akár hívők, akár ateisták, vannak elvek. Olyan ország, ahol a jobb és baloldal közös nevezője az elvtelenség, az a farkasok tanyája. Bezebubálta nem lehet az ördögöt legyőzni. A hazugságot másik hazugság nem győzi le, csak az igazság. Elftelen emberekkel szemben elftelen emberek nem hozhatnak létre gyökeresen más minőséget. Azért nincs az ellenzéknek tekintéje Orbánék előtt, és azért nem becsülik őket semmire, mert látják, hogy ugyanolyan elftelenek, mint ők. Az emberek szeretik kiátszani a törvényt, de azért azt tisztelik, akinek vannak elvei aki különbek náluk. Ilyen embereket nem lát a magyar ember maga előtt. Az elvtelenséget mindig meg lehet magyarázni. Még nem láttam olyan elvtelenséget, amit ne lehetett volna megmagyarázni. A legnagyobb szkárt azok okozák, akik elvtelenül támogatnak pártokat és politikusokat, és nem követelik meg az eltszerűséget. Akik rombolónak tartják, ha valaki az ellenzék oldaláról kritizálni meri az ellenzéket. Ezek nem demokraták.